Van a neres elit Magyarországa, az oligarchák és a fideszes politikusok országa, és van az átlag magyar polgárok országa. Az átlag magyar, ha bemegy a boltba, akkor azt látja, hogy minden napról napra drágább. Azt látja, hogy nem tudja megvenni az élelmiszert, azt látja, hogy kuporgatni kell a forintokat, azt látja, hogy egyre kevesebbet ér a bére és a nyugdíja. Önöknek nincs ilyen problémája, hiszen a miniszterek és államtitkárok fizetését az egekbe emelték. Magyarországon két dolog emelkedett kétszeresére az elmúlt két évben, az élelmiszerek ára és Orbán Viktor fizetése. Az önök gyerekei magániskolába járnak, a magyar polgárok gyerekei olyan állami iskolákba, ahol már lassan nincsen szakos pedagógus. Önök magánkórházakban, magánorvosoknál gyógyulnak, közben a magyar polgárok azt sem tudhatják, hogy ki érkezik-e a mentő idejében egy súlyos esethez. Önöknek persze nincs ilyen gondja, hiszen a rendőrszolgálat jelzi, hogy VIP beteg érkezett, hogyha önökre kerül a sor. A magyar polgárok egyre nehezebben élnek, egyre jobban küzdködnek, önök pedig a fideszes elit, a neres elit pedig ellop mindent, a Balaton, a kastélyokat. Most már ott tartunk, hogy Mészáros Lőrinc a vasbetonból is kilopja a vasat. Azokon a vasutakon, amiken aztán már megint a magyar polgárok utaznak az első vasúti balesetig. Az a kérdésem, miniszter úr, meddig tart ez még, mikor ismerik el a felelősségüket?